Vasancon vagyunk a Gladiator Gymben Janival, a terem alapítójával. Hát amikor hívtál, hogy lesz itt egy megnyitó, akkor mondtad, hogy hát egy ilyen kis termet csináltatok, tehát ilyen szerényen adtam elő, aztán amikor beléptem az ajtón, megdöbbentem. Hát hogyan tudtátok ezt összehozni? Ez világszínvonal. Nagyon szépen köszönöm. Hát ugye, ahogy mondtál, Bani, Vasancon vagyunk. Vannak itt edzőtermek, ugye? A társammal edzettünk, ami most itt rajtunk nem nagyon látszik, és nem voltak jók a termek, nem tudtunk fölkészülni versenyre rendesen. Én nem, a társamat készítettem versenyre, és úgy döntöttük, hogy csinálunk egy jobb termet, amiben így mindent összerakunk, ami így nekünk tetszik. Hát azért neked van versenyzői múltad, ha jól látom, akkor te vagy ott a falon. Igen, igen, van versenyzői múltam, egy 23 évesen a Natura szövetségbe versenyeztem. Volt-e valami inspirált, mert azért megvan ennek a teremnek a stílusa nekem, ami nagyon tetszik, hogy ez egy modern terem, de egyszerre hardcore, egyszerre old school és letisztult. Nem szeretjük ezeket a wellness termeket, ugye picit ilyen ezt a raw termet akartuk, ami ahol van vas, tényleg vas, egyszerű dizájn, fekete minden, hideg lett színek megvilágítva, úgyhogy egy ilyen magunkra alapított termet nyitunk ki az embereknek, szóval remélem fog mindenkinek tetszeni. A Gladiator filmmel van valami reláció, mert a nyitózene az a filmzene volt, úgyhogy lehet, hogy azt a feelinget is meg akartátok idézni, ezt a harcos ókori korszakot. Igen, hát ez gyerek álom, ez a Gladiator, a gyerekkorunktól ez a Gladiator, sisak, stb. Az is itt van, úgyhogy megpróbáltuk egy ilyen kis feelinget csinálni, mint amikor bejössz, úgy érezed magad, mint egy Gladiator. Ki tudsz emelni szakmailag valami olyan apróságot, amit tudod, hogy ti tettetek hozzá, ami speciális ebben a teremben? Itt minden emberre szabott. Szóval az egykézes súlyzókra, a tartó, mindent, a lábszárat mértünk, hogy fel tudjad venni a nagy súlyt. Szóval itt minden teremben, amit jártunk, ami nem tetszett, azt átcsináltuk sajátunk. Úgyhogy szerintem egy termet kell egy badisnak csinálni, mert aki nem badis, vagy ezt a sportot tényleg nem űzik komolyan, az nem tudja megcsinálni jól. Úgyhogy mindent úgy raktunk oda, hogy jó legyen. A lábrészre tettünk ugyanúgy hexagon egykezeseket, hogy ne kelljen innen hurcimbálni, oda tudjanak ott kitörni. Szóval mindent így magunk szerint, ahogy edzettünk és mi hiányzik itt még. Szóval mindent oda raktunk, ahol kell lenni. Benyomásaim elképesztő, hihetetlen és lenyűgöző. Soha nem tett még rám ekkora benyomást egy edzőterem sem, ahol ennyire jól keveredik a modernitás, illetve a tradicionalitás. Hihetetlenül átjön nekem a terem letisztultsága, tehát semmi felesleges cicoma, olyan apró részletekre is figyeltek a tulajdonosok, mint hogy egyedileg legyártott súlytartó állványok legyenek, ami azért fontos, mert pont kényelmes magasságba tudjuk kivenni a súlyt, mivel nagy súlyokat is tudunk itt használni, ahogy láttátok is. Különösen figyeltek arra, hogy masszív, erős padokat használjanak, amik stabilak. Nem utolsó sorban, ahogy látjátok is, a géppark is magáért beszél. Péter Balázs van itt velem a Gladiator Gymben, alig fér bele a kamerába egyébként, és hát én úgy sejtem, hogy te leszel itt az egyik törzstag. Hát leszek, nem leszek, leszek. Krizsóval edzettél együtt. Nem gondoltad, hogy egyébként inkább jól el kéne verni, mert úgy tudom, hogy te ketrec harcos vagy K1-es vagy valami ilyesmi vagy? Az is vagyok, de Krizsóval, no, nagy állat, mit mondjam neked? Ilyen volt vele edzeni? Nagyon jó, mert mostan diétában van. Nem minden nap edzesz valakivel, aki volt olimpián. Erre számítottál, hogy ilyen lesz az edzés, vagy nehezebbre? Azt hittem, hogy nehezebb lesz, de mondom, most diétában van, akkor ő se bír annyira, amit bírná, de úgy is kemény volt. Hát képzeld el, hogy én úgy tudom, hogy ő mindig ilyen szépen edz, meg mindig ilyen finoman, meg nem szokott ilyen őrült nagy súlyokat, tehát ő a szabályosságnak a híve. Igen, igen. Nekem is mondta, hogy voltak idők, amikor valamikor nyomta 240 kiló is ilyen, de mondta, hogy neki ma, ha mellezik, 100-as neki elég, avar bepumpáz és annyi neki is. Te hogyan edzel normálisan? Úgy, mint egy állat. Muszáj. Hát, mit mondjam neked? 195 centi vagyok, 135 kiló, akkor muszáj sokat edzeni nekem is.
Nem lassít be ez küzdősportnál? Ketterecben ma nem járok, mert ma örök vagyok arra. 37 éves, és vannak ma 25 évesek, ma jobban bírnák. Akkor én most csak így egy kicsit testépítő csinálok, de én ma master leszek, akarok menni versenyre. Annyit tudok mondani erre a teremre, hogy hú, meg, brutális a géppark, brutális a felszerelés, egészen átható ez a stílus az egyszerűségbe. Amit legszívesebben megmutatnék nektek, az a csajit mögöttem, a lila fölsőbe, de inkább mutatok nektek a gépek közül egyet. Nem kellett messzire mennünk, mindjárt beleakadtunk egy elég brutális hiperhajlító gépbe. Megmondom őszintén, én még nem találkoztam ilyen géppel. Ha jól látom, akkor súlyt is tudunk használni. Biztonsági övszalaggal, hogyha jól látom, ezt a nyakunkba tudjuk akasztani. Ezáltal a hátizmokat jobban tudjuk erősíteni. És férfiakra is gondoltak, mert a kényesebb résznél hátrébb tudjuk tolni, hogy ne nyomja. Brutális anyagvastagság van, brutális stabilitás. A 115 kilómmal lögdösöm és meg sem mozdul. És hogyha jól látom, mindenfajta szögbe tudjuk állítani, hogy minél kényelmesebb legyen. Még állítani is nehéz. A mai nap fő sztár vendége Krizsó volt, Krizsó Zsével, aki hát nem egy kifejezett szószátyár típus, ezért az interjú kérdését úgy szoktam megoldani, hogy beszélgetek vele, és akkor én elmondom, hogy mit mondott. Tulajdonképpen a mostani nagyon jó formáját annak köszönhető, hogy két hét múlva verseny, de tudomásom szerint mindig egészében egészen jó formában van, hiszen egyfajta diétát tart, nem nagyon szeret félreenni, az edzése pedig meglepően szabályos, és nyoma sincs semmiféle őrült súlyzóknak, meg ordibálásnak, meg extremitásoknak. Nyilván ez egy genetikai adottságnak az eredménye is, meg egy hosszú edzésmúltnak az eredménye is. Bár szerintem a kerekded izomformáinak az a legnagyobb titka, hogy ő genetikai egyszerűen ilyen, mert ilyen a feje is. És a végére szeretnék nektek elénekelni egy szlovák népdalt, vagyis egy magyart, mivel a Felvidéken vagyunk, csak sajnos nem tudok.